bizalmasság és békesség, adassék néktek bőségesen Istentől, ami mennyei édesatyától, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, magasztaljuk az Urat énekszóval, fennálló énekünként 153. dicséretünk első versszakát énekeljük. A 153-as ének első versszaka így kezdődik, itt van Isten köztünk.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg figyelemmel Úrunk üzenetét, amely szól hozzánk ez alkalommal a Bibliaolvasó kalauz szerint Márok előtt részletből, Lukács evangélium a 23. fejezetének első 12 verséből. Az ige szakaszt leülve hallgassuk meg. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére szól hozzánk Isten üzenete a Lukács szerinti Szent Evangélium 23. fejezetének első 12 verséből. Így hangzik ez a részlet. Ezután elindult az egész testület, és elvitték Jézust Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidó királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok erősen állították, fellázítja a népet tanításával egész Judeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, hogy Galileából való-e az az ember. Amikor pedig megtudta, hogy Herodes hatósága alá tartozik, átküldte Herodeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Herodes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Herodes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Herodes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. Isten tegye áldottá igéjének olvasását, hallgatását és szívünkbefogadását, hogy sok gyümölcsöt teremjünk Urunk nagy nevének dicsőségére. Ezért fennállva imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük neked, irgalmas Jézusunk, drága megváltónk, hogy ezen a vasárnapi Isten tiszteleten is együttülhetünk előtted, és együtt magasztalhatjuk nevedet. És köszönjük, hogy együtt csodálhatjuk ismét a te áldott személyedet, akiből erő, szeretet és józanság vagyok, még akkor is, amikor a legsúlyosabb okori erők vesznek körül téged, vádaskodásban, hatalomtéborultságában, és vérszomjas lázban ittasan. Úr Jézus Krisztus, csodálunk, mert hűséget, szeretetet, kegyelmet ma is ott él lelked által a te népedben, mindazokon, akik benned hisznek, téged követnek. Amikor előtted állunk, szeretnénk megvallani vétkeinket is. Kérünk, bocsáss meg, hogy áldott lelkednek sokszor nem engedünk. Hiszen olyan gyakran eluralkodott rajtunk talán az elmúlt héten is a félelem, a bánkódás, az akadalmaskodás. Olyan gyakran feledkeztünk meg arról, hogy te mindenek felett való Isten vagy, akinek minden a kezében van. Megfeledkeztünk arról, hogy olyan nevet kaptál az Atyától, mely név hallottál minden félt meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Hálát adunk, hogy ma mindezekre emlékeztesz bennünket. És hálát adunk azért, hogy közöttünk vagy ígéretek szerint. Köszönjük, hogy mi csodálatos felség együtt is érhetünk téged. Köszönjük, hogy te járod át a szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Könyörgünk, hogy szent lelkeddel töltsd meg együttlétünket, és ahogy az ige, ami elhangzik, szívünk ígérjen, és hadd legyen abból hitélet, cselekedet a te nagy dicsőségedre. Kérünk, hogy áldj és szent lelkeddel együttlétünket lelkedünk áldjával. Ámen.
Készüljünk, kedves testvérem, ige hirdetése énekszóval. Lapozzunk a 164. dicséretünkhöz. A 164-es életünk második versszakát énekeljük. Szent igének világát ündököltet lelkünkben. Hihetetlen, hogy micsoda ereje van annak a gyűlöletnek, amely szembe megy minden igazsággal, szentséggel és tisztasággal, és vádaskodnak, hamisan, igaztalanul, rossz indulattal. Azután láthatjuk a világi hatalmasságokat, akik meg hatalomtól tébolyultan cirkuszt kívánnak, különösen is Herodes, amikor hallja, hogy Jézus megérkezik hozzá, akkor valami csodát akar látni, és sokat kérdezgeti. Hát, ha mond valamit, hát, ha tesz valamit. Jézus azonban hallgat. De nem a gyűlölettől tébolyult vádaskodó főpapok és írástudók, és nem is a hatalomban tébolyult cirkuszra vágyók és cirkuszt csináló emberek az érdekesek ebben a történetben, hanem Jézus személye maga, a szótlan Jézus, aki lelkében ott van az erő, a szeretet és a józanság. És azért fontos számunkra ennek a történetnek a csodálatos üzenete, mert a mai embernek, a mai hívő embernek éljen bárhol a világon és éljen különösen is itt Kárpátalján, az erő, a szeretet és a józanság lelkére van szüksége, amit Urunk kész megadni mindenkinek, aki csak ezt hittel kéri. Azért is együtt vagyunk most, hogy ezt kérjük együtt magunknak, gyülekezeti közösségünknek, de mielőtt erre gondolnánk, és ezt egy picit részletesebben is megvizsgálnánk, nézzük azt a két csoportot, amelyik ma a felolvasott ige szakasz szerint nem a pozitív képviseletet biztosítja számunkra, ahogyan olvashatunk róluk.
Nézzük tehát először is a főpapokat és az írástudókat. Tudjuk a Szentírás történetéből, hogy mielőtt Jézust elfogják, már előre megegyeztek. Miután elfogják, a főkapuk arába viszik, és ott koholt vádak alapján, hamis tanúkkal előállítva őket, megvádolják, a vádnak helyet adnak, majd amikor virrad, viszik Jézust a világi hatalomhoz, a római képviselethez, hogy ott valósággal is bevádolva elérjék céljukat, a halálbüntetést kiköveteljék. Amit fontos kiemelnünk az a hozzáállásukról, még egyszer említem az imént elmondott gondolatot, gyűlölettől, igazságtalanságtól, gonoszságtól tajtékzó szívvel kiabálnak mindent, tücsköd, bogarat, mindennel megvádolva Jézust, az igazatos szentet. Fővárjuk azt, hogy tanításával felháborítja az egész Judeát, Galileától kezdve. Tényleg, felháborító Jézus igazsága, szentsége. Felháborító az a szerint, amelyek körbe jár. Felháborító az, hogy sokan meggyógyulnak halálos betegségeikből. Felháborító, hogy bűnösök megtérnek, új életet kezdenek. Felháborító az, hogy azok, akik eddig vámszedők voltak, most védkeiket megvallva Krisztus követővé lesznek. Felháborító ez. Felháborító az, hogy tömegek követik őt, hallgatva csodálatos szavait, és lélekben épülve, erőt kapva egy új világ kezd formálódni. Igen, felháborító. Kiknek? Azoknak, akik csak a saját hatalmukat szeretnék megerősíteni. Azoknak csak felháborító ez a dolog, akik a saját dolgaikra koncentrálva szeretnének a népen uralkodni, szeretnék a népet csendben, tudatlanságban tartani és hatalmuk alá hajtani. Felháborító azok számára, akiknek nem számít a kis ember. Nem számít az egyszerű ember életre. Felháborító azoknak a főpapoknak és írástudóknak, akiről Jézus azt mondja, hogy elveszítek az özvegyek és árvák vagyonát. És hogyha valaki azt mondja, hogy ez templomi ajándék, akkor már nem engeditek, hogy szülőjén segítsen. Pedig a törvénynek fontosabb üzenete, hogy szeretteinkről gondot viseljünk. Ki kell hát mondjuk, kedves testvérek, az igazság, a tisztaság, a szentség, a Jézusi lelkület, az mindig felháborító a világon azoknak, akik a hitetlenség, az érdekek, a személyes érdekek, a hatalombáli gonosz útját járják. Ki kell sajnos mondjuk, hogy ezt ma bőrünkön tapasztaljuk. Nem kell magyarázni, mindannyian értjük. Mindannyian megérthetjük, mit jelent ez, amikor nem az ember számít, amikor nem becsüli egy ország vezetése a saját népét sem, hanem azt tesz, amit jónak lát. És az ember, az emberek, tízezrek, százezrek nyomorúsága, küzdelme leírható veszteségnek számít. Mert nem ők a lényeg. Fájdalmas ezt megfogalmazni. De menjünk tovább, és vizsgáljuk második gondolatokat, kedves testvérek. Az Úr Jézus hallgat a hatalom előtt. Pedig nagyon sok szóval és sok gonoszsággal vádolják őt. Ő azonban csendesen hallgat, amikor rákérdez Pilátus, valóban te vagy a zsidó királya, összesen ennyit felel, te mondod. Kinyilvánítja a főpapok és írástudók előtt, nem látom benne semmi bűnt. Azonban, amikor meghallja, hogy Galileából származik, mivel hogy Herodes éppen akkor a zsidó fővárosban Jeruzsálemben tartózkodik, átutalja Herodeshez, hogy bírálja el Herodes az ügyét, hiszen ő galileai illetőségű negyedes fejedelem. Itt másodszor beszélünk, kedves testvérek, a hatalom tévolyultságáról. Mennyire vakká tudja tenni a hatalom az embert? Játszanak Jézussal. Játszanak azzal a személlyel, akiben erő, szeretet és józanság lehet, akire nem lehet semmit rábizonyítani, akiről lebereg minden hamis vád. Tébolyultságában ez a Herodes csodát akar látni. Hallott sok mindent Jézusról.
Mit hallott? Azt, hogy felháborítja a népet? Nem, nem ezt hallotta. Azt hallotta, hogy csodákat tesz, hogy halottakat támaszt fel, hogy lelkeket gyógyít, hogy megszállott embereket szabadít meg. Ezt hallotta. A csodákból hallott. És a csodák izgatják őt. És amikor megérkezik hozzá Jézus, elvár. Hát, ha a szeme előtt mutat valami cirkuszt. Neki cirkusz kell. Tulajdonképpen hatalmában már minden megvan. Ennek van mit, mulatni van miből. A hatalom is eldözög a maga módján, csak engedni kell, hogy minden menjen a maga útján, nem kell sokat változtatni rajta, de egy kis cirkusz érdekes lenne önmaga szórakoztatására. Drága testvérek, rettenetes belegondolunk abba, hogy a mai világ is képes erre, és a mindenkori ember is képes erre, hogy amikor már mindent megszeretett, akkor nem számít senki és semmi, már csak a cirkusz kell. Valami érdekes, valami különleges. Így sodródnak nagyon sokan babonás félelmekbe, felfoghatatlan lelki állapotokba. Egyik végletből a másik végletbe sodródik az ölelégült ember. Hányszor igaz ez, hogy minden megvan, de nem találja meg békességét. Hányszor igaz ez, hogy minden megvan, és azt sem tudja, merre menjen. Azt sem tudja, hogy hová menne, és hol találna még valami kis érdekességet ezen a világban. És szemünkkel látjuk, és bőrünkön tapasztaljuk, hogy milyen az, amikor már minden megvan, de még valamit szeretne szerezni hozzá. És éppen ezért mindent képes beáldozni, az ember nem számít, az országok nem számítanak, a népek élete nem számít. Milliók indulnak, útnak a migráns helyzetben, és ez nem számít, mi szenvednek el. Hanem, hadd menjenek csak, és hadd legyen az, amit szeretnék. Döbbenetes az, ahogyan a hatalomtól tilbolyult ember elveszti az önkontrollt, elveszti küldetését, elveszti azt a tudatot, hogy hatalmát Istentől kapta egy időre, kimondhatjuk azt, hogy elveszíti időérzékét is. Azt gondolja, hogy örökké jövő a világ, pedig nem. Ahogyan az egyszerű hétköznapi ember is megfogalmazza, egyszer fent, egyszer lent, a kerék fordul. Lehet, hogy az egyik pillanatban fent van, a másik pillanatban, különösen is nehéz állapotban lévő országokban, hiába keresi a fejét, elgurult és nem találja. Pedig egészen magas pozíciót betöltő ember. A hatalomtól tébolyult ember immár nem lát magán körül senkit és semmit, elveszítette időérzékét, nem gondol senkire és semmivel, csak a saját céljának a megvalósításával. Ilyen fájdalmas dolog látni a hatalomtól tébolyult embert. Egyrészt babonás félelemben mindentől retteg és fél, másrészt cirkuszt akar látni, kívánságait szeretné megelégíteni. Jézus azonban semmit nem tesz, hallgat. Hallgat. Nem tudna mit mondani Jézus Herodesnek? Ha a magát nem is akarja menteni, nem lenne mondani valója esetleg Pilátusnak? Most már nem. Herodes ugyanis kapott Istentől egészen egyértelmű üzenetet. Kitől? Emlékszünk a Szentírásból talán, még Keresztelő Jánostól. Keresztelő János nem csak az embereknek prédikál, az írástudóknak, farizeusoknak, hanem a hatalomban lévőknek is, Herodesnek is. És azt mondja, nem szabad neked testvéred feleségével, Herodiással együtt élned, mert ez parázasság. Megkapta az Istentől való üzenetet. Mi lett a vége? Keresztelő János lefejezése. Mit üzen még Isten Herodesnek ezen kívül? Semmit. Ameddig meg nem hallja Isten üzenetét, és meg nem teszi, addig nincs új üzenet. Jó, ezt is végig gondolom, kedves testvéreim, hogy Isten így munkálkodik közöttünk. Neki van üzenete az emberhez, van üzenete a világhoz, van üzenete az egyénhez. De ha az ember meghallja és megcselekszi, jön a következő üzenet. Ha azonban nem cselekszi meg, akkor az üzenet marad ugyanaz. Nincs új üzenet, még meg nem hallja, és komolyan nem
veszi, és velem teljesíti Isten parancsát, Isten küldetését. A hatalomtól tébújult ember tehát marad saját magánzárkájában, az önmaga által felállított falak között, és ha Jézus nem csinál cirkuszt, majd csinál ő cirkuszt Jézusból, díszes ruhával öltözteti. Azt olvashatjuk, hogy katonáival kigúnyoltatja, és visszaküldi Pilátushoz, rendelkezzen Pilátus Jézus sorsa felől. A hatalomtól tébolyult ember nem tudja beismerni védkét, nem tudja belátni határait, marad a saját maga által épített falak között, marad a kárhozatban. Pedig ott van előtte Jézus, ott van előtte Isten szava, amit hallott, amit gyakran szívesen hallgatott, hiszen erről olvashatunk, hogy Keresztelő János szívesen hallgatta és többször hívatta, mert érezte, tudta Isten szó általa, de végül Isten szavának nevet mondott. De most már harmadszor közeledjünk, kedves testvéreim, a legfontosabb üzenetünkhöz. Nézzük fel Jézusra, üdvösségünk szerzőjére és beteljesítőjére, aki a legsúlyosabb és legfájdalmasabb órákban, pillanatokban, a hatalom által megvádoltan ott áll, és nézzünk rá úgy, hogy milyen szívvel áll meg vádlói előtt. Csodálatos idézet Pál apostol Timóteushoz írt második levele, első fejezet, hetedik versét. Jó lenne kívülről is megtartani. Különösen is ebben a nyomorúságos, zaklatott, nemzeteket megtépő időszakban, amikor sokan a gyűlölet, sokan a gonoszság tajtékszó hozzáállásával próbálnak igaztalanul sokakat megrádolni, vagy amikor a hatalom tébolyult emberét látjuk bárhol, nekünk egyszerű hívő embereknek jó lenne mélyen a szívünkbe zárni az apostoli üzenetet, amely Jézus lelkületét tükrözi. Nekünk Isten nem a félelem lelkét adta, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Erről gondolkodjunk még együtt röviden. Az Úr Jézus, amikor megáll vádlói előtt, erővel, szeretettel és józansággal állott. Miben nyilvánul meg Urunk ereje? Kedves testvérek, bármit is mondanak neki, bármilyen erővel is próbálják kényszeríteni, megtörni, később ütlegelve, majd keresztre feszítve, sok minden gonoszságot szólva ellene, Jézus személye erőt sugároz. Különleges erőt, mennyei erőt. Jézus személyén keresztül olyan erő áramlik át, amihez nem lehet hozzáférni, amit nem lehet megrendíteni, amit nem lehet biztos sziklából kimozdítani. Ereje megkérdőjelezhetetlen, azért, mert ereje nem földi, földön túl, Istentől való. És ez az erőkisugárzás, mindannyian értik és érzik, megközelíthetetlen. Akkor is, ha semmi sem tesz. Bizonyára tapasztaltuk már, kedves testvérek, milyen az, amikor valaki lelki erővel telten jelenik meg közöttünk. Aki nem hagyik se jobbra, se balra, akit nem lehet kimozdítani álláspontjából, akit nem lehet rossz indulattal vádolva, rossz és gonosz szavakra kényszeríteni, mert ő egy erős lelkületű ember, és mert ez az erő átragyog belőle. Különös ajándék az, amikor az ember ilyen erős lelket kap az Úrtól. Jézus személye ilyen vádlói előtt erős lélekkel áll, megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen, csak csodálkozni tudnak rajta. Arról is olvashatunk a másik evangélium leírása szerint, hogy Pilátus próbálja őt menteni, és többször kérdezi, többször kimegy a néphez, többször próbálja bizonyítani az embereknek, hogy de hát nem talál benne semmi bűnt, nem méltó a halálra, mert miben védkezett, mert mit
kéne másképpen tenni vele? Vele is beszél, Jézussal, és Jézus azt mondja, az én országom nem e világból való. Nem tud világos mit kezdeni ezzel. És amikor Jézus az igazságról beszél, azt válaszolja Pilátus, ugyan micsoda az igazság, de tökéletesen érti és érzi, hogy mi az igazság. Jézus személye maga az igazság, és nem lehet vele szembeszállni, nem lehet őt csőbe húzni. Ilyen erő sugárzik Jézus személyéből. Annak ellenére, hogy tajtékszó dű és hatalomtérő úgysem veszi őt körül. Miben látszik az ő szeretete? Kedves testvérek, megfogalmazhatjuk bátran, ha már erről egy konkrétan a Lukács evangéliumában nincsen leírás, csak majd a későbbiekben keresztről való elhangzott szavaiban hallható. De Jézus ugyanazzal a szeretettel tekint vádolóira is, valamint római hatalommal rendelkező bírájára is, mint legszeretettebb tanítványaira. Ugyanazzal a szeretettel mentené a menthetőt. Egyiket úgy mentené, hogy szól hozzá, a másikat úgy mentené, hogy most már hallgat. Szeretettel azonban megkérdőjelezhetetlen. Szeretettel fordul oda minden emberhez. Szeretete pedig kivégzések idején abban mutatkozik meg a leginkább, ahogyan a kereszten szenvedve könyörög, az őt bántókért, az őt keresztre szegezőkért. Ismerjük jól, bibliaolvasó emberekként ezt a mondatot. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a Jézus szeretete. Ilyen a Jézus szeretete. Harmadszor pedig azt mondjuk, Jézus a józanság lelke tölti be. A józanság lelke akkor, amikor tanít, a józanság lelke akkor, amikor elfogják, a józanság lelke akkor, amikor vádolják, és amikor bírálni előtt áll a kihallgatáson. Józan. Nem esik kétségbe, nem szól semmi olyat, ami bántó lenne, egyáltalán nem is szól. Józanságával tökéletesen felméri, hogy mit tesz most a valóság, hogy hogyan tombol, és azt is tudja józanságával, hogy ez a gonoszság most nem megváltoztatható. A gonoszságnak ki kell tombolnia magát. Ha egy picit előbbre forgatunk a Lukács evangéliumában a ma felolvasott részlethez képest, akkor elfogásakor ezt a mondatot olvashatjuk Jézus ajkáról, így örökíti meg Lukács. Úgy vonultatok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rá a kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Nem milyen borzongató, hogy a sötétség hatalmában urunk bizony tökéletesen látja és felméri, hogy mi a helyzet. Megborzongató. Tudja, ez a sötétség hatalmának ideje. Tudja, hogy most mi történik, hogy most mi zajlik. És józanságával hozzá ezt a felfoghatatlan állapotot. Kedves testvérek, nincs más hátra, mint hogy Jézus személyét és az ő személyének az imént felolvasott igeszakaszon keresztül látható ragyogását próbáljuk egy kicsit magunkra gondolva is értelmezni. Mire van szüksége a mai világban az embernek? Mire van szüksége a mai világban a hívő embernek? Mire van szüksége a mai világban Kárpátalján élő hívő embernek? Nemzetiségtől függetlenül, hovatartozástól függetlenül, családi összetételtől függetlenül. Mire van szükségünk? Arra, ami a Urunk lelkét betöltötte. Erőre, szeretetre és józanságra. Erre a háromra. Honnan lesz ez nekünk? Kérdezi az ember. Hát honnan? Így mondja a Szentírás, hogy ezt Isten lelkétől kapjuk. Ez ajándék. Nem lehet magunkra erőt erőltetni, nem lehet gondolatainkat
kitisztítva, kijózanodni, és nem lehet izomból, izzadságból szeretni, csak azért is. Ajándékba lehet kapni ezeket a csodálatos lelki jellemvonásokat, az erőt, a szeretetet és a józanságot. Ajándékba kapni onnan felülről, az Úrtól, aki mindenkinek adja az ő lelkét. Isten lelkével együtt jár az erő, a szeretet és a józanság. Mihez van szükségünk erőre? Elsősorban is arra, kedves testvéreim, hogy tartásunkat, hitünket, mert hogy itt lelki ellenvonásokról beszélünk, semmi ne tudja megingattatni. Semmi ne vegye el. Ne előtlenedjenek el a térdek, merjenek térdelni Isten előtt könyörgésben. Ne előtlenedjenek el a szívek, jaj, mi lesz, jaj, hogyan alakul majd a sorsunk. Sorsunk Isten kezében van. Ne erőtlenedjenek el a gondolatok, jaj, hová kapjak, jaj, mire irányba fussak, jaj, mi lesz. Isten velünk, s a Isten velünk, kicsoda ellenünk. Az erő lelkét adja nekünk, ami úrunk. És Isten eleje átjárhat bennünket, hogy nem maradjunk a hitben. Végtelenül szükségünk van a szeretet lelkületére. Kedves testvérek, a Szentírás világosan megfogalmazza, hogy a gonoszságot nem lehet legyőzni gonoszsággal. A gonoszságot csak szeretettel lehet legyőzni. A Példabeszédek könyvében olvashatjuk, hogy a szelíd szó a csontot is megtöri. A szeretet mindennél erősebb. A szeretet tudja csak megsemmisíteni a gonoszság hatalmát. Mert ameddig magam is engedek gonosz indulatoknak, addig ugyanazon a síkon harcolok, amely síkon harcol velem szemben a gonoszság. De ha arról a síkról odébb állok, és a szeretet síkjára lépek, a gonoszságnak immár nincs fogása rajtam. Jó ezt megfogalmazni és érteni, és jó, hogy meg egyre jobban tudatosítani bennünk. Önmagunkban szeretetlenséget tapasztalunk, gyűlöletet, bántást, rossz indulatot, legyen szeretetünk annál erősebb, tudva, hogy a szeretet mindent legyőz, tudva, hogy a szeretet ereje bennünket is megtart, és csodál-csodálja, még a másikat is megváltoztathatja. Nem nekem kell megváltoztatni a másikat, különösen is azt, aki nincs is hatalma, és nem is tudom megváltoztatni. Majd Isten elvégzi. A szeretet majd munkálkodik. És természetesen szükségük van a józanságra, kérem, kedves testvérek. Ebben a tébolyult és sokféle gonoszságtól vezetett világban rettenetesen szüksége van a hitben járó embernek a józanságra. És itt természetesen most nem a testi józanságról gondolkozunk, hanem a lelki józanságról. Péter apostol fogalmazza meg levelében, hogy akarom, hogy a férfiak, és természetesen ez mindenkire vonatkozik, harag és versengés nélkül tiszta kezeket emeljenek fel az imádságra. Így lehet józannak maradni. Harag és versengés nélkül tiszta kezeket emelni imádságra. Ez a kegyelem tarthat meg bennünket, Isten igéje tarthat meg bennünket józanságban. Jézus józansága tarthat meg bennünket józanságban. Hányszor mondjuk, ó, elmondtak a gondolataim. Telelettem indulattal, és kimondtam. Lehet, hogy nem is kellett volna, de végül én is kimondtam. Miért? Mert nem néztem fel Jézusra, mert nem tekintettem fel az ő józanságára. Szükségem van az erő, a szeretet és józanság lelkére, amit Isten lelkében ad nekünk, ha Krisztusra nézünk. Ezt az ajándékot egyedül Krisztus által lehet megkapni. Tanuljuk meg tehát, kedves testvérek, ezt a drága, sokszor ismételt és jól ismert mondatot. Istenünk nem a félelem lelkét adta, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Az erő, a szeretet és a józanság lelke vezesse gondolatainkat, vezesse családi életünkben, vezesse hétköznapunkban, vezessen akkor, amikor arra a társadalomra tekintünk, amelyben élünk.
Amikor arra a népre tekintünk, amelynek tagjai vagyunk, vezessen akkor, amikor a gyülekezeti közösségre tekintünk, drága kicsi közösségükre, ahová eljövünk vasárnapról vasárnapra hitben épülni és erőt kapni. Az erő, a szeretet és józanság lelke vezérelje mindnyájunkat. Ámen. Ülve maradva válaszoljunk ének szóval az elhangzott gondolatokra. Az imént énekelt 164. dicséretünk harmadik versszakát is énekeljük el. A 164-es énekünk harmadik versszaka így kezdődik. Tartsd meg köztünk, Úristen, a híveknek sereget. Látunk magunk körül, Urunk, gonoszságtól, vádaskodástól, elvakult indulattól tajtékzó embereket, akik meghatározzák a közbeszédet, akik témájukban, szavaikban, gondolataikban rettegésben tartják a népeket. Köszönjük neked, hogy te neked van hozzád szavunk, hogy beszélsz velünk. Urunk, akik ordítva kiabálnak hazugságokat, meg nem hallhatják szabadat. Köszönjük, hogyha mi csendben vagyunk előtted, te tudsz hozzánk szólni. Légy áldott, hogy ma is szóltál, és hogy ilyen fontos dolgokat üzentél. Köszönjük, Úr Jézus, hogy fölnézhetünk reád úgy, hogy miközben a hatalom tébolyultsága vesz körül, te erővel tudsz szemben állni. Mert erőt onnan felülről való. Isten lelke eleje töltve téged, országod nem e világból való. Csodáljuk azt a szeretetet, amellyel az ellened leggonoszabbú bánókat is tudod szeretni, és vagy szóval, vagy hallgatással tudod inteni figyelmeztetni. És csodáljuk józanságodat. Csodálunk téged azért, mert kínt szenvedéseid közepette, rettegéssel teljes félelmeid után mindent letéve az Atya kezébe, józanságot megmaradt, mint végig. Segíts, Urunk, hogy a mi szívünkben is az erő, a szeretet és a józanság lelke vezessen jó utakra. Köszönjük neked gyülekezeti közösségüket, köszönjük mindazokat a közösségeket, amelyekben igen hirdettetik a te áldott szavad. Légy áldott ezért a gyülekezetért. Köszönjük neked szeretteinket közelben és távolban. Köszönjük neked, Urunk, fiataljainkat, időseinket, családjainkat. Köszönjük az egyedülállókat is, akik odaadó szívvel igyekeznek élni és keresni a szolgálat lehetőségét is. Könyörgünk, Urunk, hogy a zavaros időkben te őrizd meg bennünket. Könyörülj meg azokon, akik útra kelnek,
Könyörgünk, Urunk, hogy őrizd meg azokat, akik helyben maradnak. Légy őriző pásztorunk minden körülmények között. Jó Urunk, esedezünk, drága magyar nemzetükért, magyar népükért. Áld meg szétszabtalt nemzetünket, határokon innen is túl. Adj bölcsességet a vezetőknek. Adj Urunk bölcsességet népünk, nemzetünk tagjainak, hogy ne legyen széthúzás, ellenségeskedés. Könyörgünk ezért az országért, amelyben élünk. Látod, annyi teher, annyi fájdalom, annyi békétlenség van jelen, annyit szenvednek az ebben az országban élő különböző népek. Könyörgünk, hogy vedd körül őket szeretetettel, küld józanító üzenetedet, add a te igédet, add mindenkinek az erő, a szeretet, a józanság lelkét a te megismerésed által. Hallgass meg azokat az imádságokat is, amiket szívünkben hoztunk el hozzád. Könyörgünk, gyógyítsd a betegeket, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a megfáradottakat. Hallgass meg minket, Urunk, magadnak, a te nagy neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Most mondjuk el az Úrtól tanulmányságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a szellemünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is adakozást hirdetem az ige szavával. A jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem kedves testvéreinek, a Úr életünket megtartja, reál következő héten megszokott időben tartja szokásos hétközi alkalmainkat, a hittanórákat, a keddi testviteli órát, a szerdai videórát, valamint a reál következő vasárnapon a megszokott időben kezdődik a vasárnapi Isten tisztelet. Kérjük, hogy az Úr legyen továbbra és gyülekezetünk őriző pásztora, áldjon és vezérelje bennünket. Most pedig mielőtt áldást kérnénk, hitvalló énekünket vagy nemzeti imádságokat a himnusz énekeit.